2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága együttműködési megállapodást kötött a megyei polgárőr egyesülettel, majd 2015-ben a megyei rendőrkapitánysággal a biztonságos mérkőzés lebonyolítás érdekében. A szezon sajtótájékoztatóját kedden tartották a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat dísztermében. Szerencsére elmondhatjuk, hogy megyénkben kevés rendbontás történik, vagy garázdaság, ami miatt feljelentést kell tenni. Azt tudni kell, hogy bármely atrocitás, gondolok itt a játékvezető bántalmazása, vagy nézőtéri garázdaság, ott hivatalból nekünk rendőrségi feljelentést kell tennünk, és most már elég súlyos büntetéseket szab ki a bíróságban, hogy több százezer forintos pénzbírság, vagy volt olyan is, hogy felfüggesztett börtönbüntetést is adtak egyes esetekben. Nehéz a megyei amatőr mérkőzéseken elválasztani a nézőket egymástól, de mint mondtam, szerencsére kevés problémás mérkőzés volt. Nyilván a tavalyi évben közbeszólt a Covid is, azért a bajnokság nagy részét zárt kapuk mögött kellett szervezni. Ez is nagy nehézséget okozott a megyei egyesületeknek, hiszen a rendezők azok nem hivatalos biztonsági cégek, hanem olyan egyesületnél dolgozó személyek, akik segítenek itt társadalmi munkába. 2014-ben kötöttük a Megyei Polgárőr Szövetséggel az együttműködési megállapodást, 15-ben pedig a Komárom-Esztergom megyei rendőrséggel. Minden hét elején egyeztetjük a kiemelt mérkőzéseket, gondolok itt a szomszédvári rangadókra, vagy azokra a mérkőzésekre, ahol nagyobb nézősereg lehet, például első játszik a második helyezettel, és oda megpróbálunk a polgárőrségen keresztül is segítséget kérni, valamint a rendőrség is sok esetben besegít. Én azt gondolom, van visszatartó ereje, főleg, hogyha a rendőrség ugye megjelenik az adott mérkőzésen, de a polgárőrök is nagyon sokat segítenek. A 2020-21-es idényben a polgárőrség 58 megyei labdarúgó mérkőzésen vett részt, a rendőrség 14 mérkőzést biztosított felügyeleti jelleggel. A lejátszott mérkőzésekhez képest elenyésző a bűncselekménynek a száma. Ebben a 2020-21-es szezonban 5 jogsértést regisztráltunk. Az egyik az okirat hamisítás miatt indult eljárás, mert egy hamis játék igazolással játszott valaki. Ezt gyakorlatilag idézem észesen vehették az ilyet, illetve volt másik 4 jogsértés, amely verekedést jelentett, de olyan volt, amikor a egyik esetben például játékossal verekedett össze a pályán, amiről nyilván senki nem tehet idézőjelbe, sem a rendőrség, sem a polgárőrség, illetve volt olyan, amikor 2 esetben játékvezetőt ütött meg játékos, ami szintén a pályán történt, illetve 1 esetben volt, amikor néző bántalmazott játékvezetőt. De gyakorlatilag ezeket leszámítva akkor olyan rendbontás nem történt Komárom-Esztergom megyében a 2020-21-es szezonban.